A történet még 2018-ra nyúlik vissza, amikor is a 11-es választókerületben Újpesten kikértük, többet magammal kikértük az önkormányzattól az arra vonatkozó adatokat, hogy egy adott személy hány pártra adott le ajánlást. És meglepődve tapasztaltam, hogy jó magam 16 olyan pártnak írtam alá elviekben, amelyek szerettek volna indulni a választásokon, ezek közül természetesen csak egy volt valós. Többet magammal megtettem a főjelentést, ugye a választások rendje elleni bűncselekmények és egyéb más bűncselekmények elkövetése miatt, és ez a nyomozás 3 éven át tartott, nagyon sokszor érdeklődtünk, ugye a kihallgatásaink megtörténtek, és meglepődve tapasztaltam, eljutottunk oda, hogy már az ügyészséghez jutott el az ügy, és az ügyészség a következő határozatokat hozta 6 személy, illetve kamupárttal szemben. Egy részük ellen az eljárás megszüntette, és megrovásban részesítette őket, miközben megállapítja, hogy a különböző aláírások hamisak voltak. Például kiemelném Béki József, értünk, értetek, a hiteles párt jelöltjeként kívánt indulni a választásokon. Idézett, Béki József maga is gyűjtette az ajánlásokat, de egy ismeretlen roma férfinek elfogadta az ajánlatát, mely szerint a tőle kapott lista alapján töltse ki az ajánlóíveket. Ezen ismeretlen személy pedig vállalta, hogy 50 000 forintért az 5 szereplő személyekkel aláíratatja azokat. Tehát hosszasan elemzi itt az adatokat ugye az ügyészség, és elképesztő, megdöbbentő módon 3 alkalommal is leírja azt, szintén kénytelen vagyok szó szerint idézni, a gyanúsított cselekménye oly csekély fokban veszélyes a társadalomra, hogy az eljárás megszünteti, és egy megrovásban részesíti, amit ugye egy ennyi-bennyének is mondhatunk. Mindezt tette dr. Borai Mónika ügyész a 4.-15. kerületi ügyészségről. Ezért döntött úgy a Mi Hazánk mozgalom, hogy a legfőbb ügyészhez, Polt Péterhez fordul, akinek joga van ezt az eljárást megsemmisíteni és új eljárásra utasítani az ügyészséget. Itt szeretném ezt felmutatni, be is adtuk a múlt héten a Mi Hazánk mozgalom nevében, Szabadi István pártigazgató be is adta a kérelmet, amelyben kérjük azt, hogy helyén megfelelő vádat emeljen az elkövetés ellen, mert a mi véleményünk szerint, és a Nemzeti Jogvédőszolgálat véleménye szerint is, ez több rendbeli intellektuális közokirathamisítás és választás rendje elleni büntet halmaza, és nem pedig magánokirathamisítás, ahogy tévesen ezt az ügyészség megállapította, és ráadásul ebbe is megszüntette az eljárást, úgyhogy sajnálatos módon mindenkinek föl kell tennie a kérdés magába, hogy vajon miért teszi ezt az ügyészség, hogy ahelyett, hogy tűzzel vassal üldözné és írtaná a választások rendjében való ígyfokú belenyúlást, illetve a közpénzeknek a lenyúlását, mert ugye valljuk be, hogy arra mentek, hogy több 100 millió forintos állami támogatást kapjanak. Ezek a pártok, akikkel szemben most az eljárást így megszüntették, ezek nem jutottak el a szavazólapig, legalábbis az Újpest 11. választókerületben, tehát nem kerültek föl a szavazólapra. Van több olyan is, aki aláhamisította az én és többek aláírását is, aki fölkerült a szavazólapra, hát csak abban bízunk, hogy ellenük valóban történik olyan eljárás, ami ennél sokkal súlyosabb, de hát bízunk abban, hogy Polt Péter legfőbb ügyész látván ezt a helyzetet, és elrendeli, hogy a 4.-15. kerületi ügyészség folytassa tovább a vádemelést, illetve ebbe az új, már megfelelő vádpontban.